Váradi Zita. Letenyén született, tehetségével immár 2 évtizede ápráztatja el az opera közönségét, de olyan jelentős helyszíneken is fellépett, mint a párizsi Théâtre du Châtelet. 2012-13-ban az opera kamara énekesi címmel tüntette ki, 2016-ban megkapta a Magyar Érdemrend lovak keresztjét. De vajon elbír-e az ünnepi készülődéssel alfától operáig? Teljesült valami álmod vagy kívánságod 2023-ban? Mondjuk, hogy igen, de nem mondom el, mert titkos. Kötöttél új barátságokat 2023-ban? Igen, többet is, szakmai barátságokat például, és ezek nagyon értékesek számomra. Milyen adventi naptárad volt gyerekként? Nem volt. Úgyhogy csak vártuk a karácsonyt egész egyszerűen, mert tudtuk, hogy fogunk kapni ajándékokat, felkutattuk érte az egész lakást, ezt vagy megtaláltuk, vagy nem, de és akkor úgy kell csinálni, mint a meglepődnénk, amikor megkaptuk, szóval jó karácsonyok voltak, nagyon szép fényképek is vannak a gyerekkoromból ezekről a karácsonyokról, amikor még olyan tényleg ilyen ajándékváros gyerek időszak volt. Hány perc alatt bogozott ki a karácsonyi égősort? Egy darab karácsonyi égősorom van, pár évvel ezelőtt vettem, amit ki lehetett tenni az erkélyre, vízhatlan, és karácsony után kint felejtettem, és azóta is kint van, a legmelegebb nyári 30 fokos estékben is világít szépen az erkélyen, úgyhogy nálam egész évben karácsony van gyakorlatilag ezáltal. Milyen gyorsan fogy el nálatok a beigli? Az nagyon gyorsan elfogy, mert az anyukám egészen remek beiglit tud sütni, gluténmentes gyerek van a családban, és kikísérletezett egy gluténmentes változatot. Sőt, nálunk nem beigli van, hanem egy beigli és kalács közti sütemény, amit elneveztünk beiglácsnak, mert pont a kettő között van félúton. De ez mindenféle ízesítéssel remekül működik. Szerinted mitől lesznek olyan karácsonyi hangulatúak a karácsonyi slágerek? Egész őszintén szóval nem hallgatok karácsonyi slágereket. Ez lehet, hogy hiba, tehát eleve nagyon slágereket sem hallgatok. A könnyű zene elmegy a fülem mellett, hogy úgy mondjam, tehát nem igazán figyelek rá fel, csak nagyon-nagyon jó zenéket tudok meghallani, hogy úgy mondjam. Szerinted honnan a legjobb nézni a Diótörő és a Bohém Élet előadásokat? Hát én a Bohém Élet előadásokat belülről szoktam nézni, ez idén is így lesz, hála Istennek, lesz jó néhány Bohém Élet előadás, amiben benne vagyok, mint Muzetta. Úgyhogy azt én belülről nézem, nem kívülről. A Diótörőt többször is láttam különböző pontjairól a nézőtérnek, hogy úgy mondjam. Olyan fantasztikus előadást, hogy tulajdonképpen mindegy, hogy honnan nézzük. Minden honnan gyönyörű. Melyik operás produkciót vártad a legjobban 2023-ban? A Ringet vártam nagyon, mert ott a Rajna kincsében és az Istenek alkonyában is sellő voltam, ami egy Wagnerhez képest viszonylag rövid jelenet, csak fél óra mondjuk, de nagyon igényes énekelni valóban, és nehéz zenei szövete van, tehát nem volt olyan könnyű feladat, de főleg azért sem, mert a levegőben úszva kellett ezt, tehát felhúztak bennünket egy elég magas pontjára a színpadnak, karabinerekkel, meg ilyen kötelekkel, és akkor ott úsztunk a levegőben, és ez azért elég izgalmassá tette ezt a feladatot, ezt az énekelnivalót is. Hát ugye a levegőben még nem kellett énekelnem, levegőben lógva, de most ezt is kipróbáltam. Hát ez egy, mit mondjak, extrém sport. Melyik volt az eddigi legjobb ajándék, amit kaptál? Szerintem minden ajándék nagyon kedves, és találó lehet függetlenül attól, hogy milyen, tehát az értéke micsoda. Tehát ezeknek nem pénzben kifejezhető értéke van természetesen, hanem érzelmi értéke. Én alapvetően minden ajándéknak nagyon tudok örülni, de ha tényleg valaki beletalál abba, hogy mire vágyom, akkor az egész különleges pillanat tud lenni. Van olyan karácsonyi zene, amit nem tudsz megunni? Hát az van. Puccini Bohém Élet zenét nem tudom megunni, és az nekem karácsonyi zene. Köszönjük. No.